Az etetés megoldása egy nagyon központi kérdés, hogyha az anyakutya valamilyen módon nem tudja szoptatni, vagy azért, mert elment a teje, vagy azért, mert elpusztult az anya. Szerencsére ma már meglehetősen jó minőségű fajazonos tejet tudunk előállítani porokból, amelyeket kaphatunk a tápszaküzletekben. Régen ez egy komoly probléma volt, a jobb módúak kecsketejjel oldották ezt meg, a kevésbé szofisztikált mód az tejhéntej volt, különböző higításokkal, ezek egyik sem volt igazából tökéletes, mert egyik sem volt fajazonos, tehát nem volt ott összetétele tökéletes. Ma már ez megoldott, porból készült, otthon behigított tejet tudunk előállítani, ami fajazonos. Ami nagyon fontos, ennek a higítási procedúrának egy pontos leírása van, ezeket a leírásokat követni kell. Tehát nem szabad túl töményre vagy túl hígre készíteni az oldatot, hiszen az optimális szemléletnek megfelelően van összeállítva. Amit még nem szabad, és ez gyakori gond, és én tudom, hogy ez nem is különösebben egyszerű feladat, ugye ezeket a kiskutyákat szoptatni kell 7-szer, 8-szor, 10-szer naponta, 2 óránként, 3 óránként. Ez pokoli megterhelés a családnak, de nyilván egy ember ezt nem képes elvégezni. Tehát itt egy családi összefogás lehet csak elképzelhető, hogy egy egész almot felneveljenek, még ha tökéletes tejjel is. Arra is figyelni kell, hogy a tejnek a hőmérséklete is lehetőleg közel azonos legyen az optimálishoz, és természetesen a higítás, ahogy az előbb mondtam. A másik probléma az szokott lenni, hogy túlságosan lassan szopnak a kiskutyák. Ugye ez egy ritus, ez egy olyan mozdulatsor és egy olyan tevékenység, aminek valóban genetikailag meghatározott ritusa van. Gyakorta előfordul, hogy a cuclinak a kis nyílását megszélesítik annak érdekében, hogy gyorsabban túl legyenek az etetésen, amit én el tudok képzelni, meg is értek, de ez nem tesz jót a kiskutyáknak. Tehát ennek a ritusnak valóban ideje van, egy szopásnak valóban ideje van, ez kicsit ahhoz hasonlítható akár, mint egy szülés, hogy abban se jó belenyúlni ilyen vagy olyan módon. Tehát ennek is egy meghatározott ideje van, hogyha megnagyobbítjuk ezt a nyílást, és pillanatok alatt fölveszi a kiskutya azt a folyadék mennyiséget, tejmennyiséget, amit egyébként neki föl kell venni, nagyon hamar kitágul a gyomra, az akár hascsikarást, fájdalmakat, és hát heveny gyomor megterhelést is okozhat a kiskutyáknak. Tehát tudom, hogy ez praktikus, de ne tegyük, a nyílását azt ne szélesítsük ki annak érdekében, hogy gyorsabban túl legyünk az etetésen.